Ken Wright Henrietta edző vezetésével a Karantén Fitness című sorozat folytatását veszi fel stábunk. Nem megerőltető mozdulatsorokból állította össze edzéstervét a fitness edző. Így kortól és nemtől függetlenül bárki, akár otthonában, a tévé előtt is elvégezheti egészsége megőrzése érdekében a mozgássort. Tehát a Csapból is azt halljuk, hogy a sportnak jótékony hatásait az edzők csak sorolják, de tényleg nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy a legfontosabb a szorongást előzi, depressziót előzi, blokkolja azokat a stressz hormonokat, ami főleg ebben a jelen helyzetben ugye kialakul mindenkinél. Mozgásszervi betegségeknél nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy mit mozgunk. Ezek az átmozgató edzések, amit a múltkor láthattak a nézők, ezek pont ilyen kíméletes mozgások voltak. Most majd tovább fogunk haladni, és alapozó edzéseket fogunk csinálni, de itt is mindenhol mutatni fogom a könnyített verziót. Tehát kortól, nemtől függetlenül férfiak, nők, gyerekek, kicsik, akár 4 éves kortól kezdve, mert tudom a visszajelzésekből, hogy a 4 éves kisgyerekek utánozzák a mozgásformát, és nagyon-nagyon ügyesek. Egészen tényleg nyugdíjasok is, mert járnak is hozzám amúgy normál esetben nyugdíjasok is, simán végezhetik ezeket a mozgásformákat. A koronavírus miatt országszerte bezártak az edzőtermek. Az otthoni mozgás viszont elengedhetetlen egészségünk fenntartásában és megőrzésében, mondta Kenyrát Henrietta. Szerinte az otthonmaradók mozgásra való motiválását is segíti a Tolnatáj Televízión közvetített Karantén Fitness sorozat. Tényleg nagyon sokan nézték, én nagyon bízom benne, hogy nem csak nézték, hanem végig is csinálták ezeket a feladatokat. Megköszönték, hogy létezik egyáltalán, hogy felhívtuk a figyelmet arra, hogy tényleg a mozgást iktassuk be a mindennapokba, mert ezt nem győzzük hangsúlyozni mi edzők, hogy a rendszeres mozgásnál fontosabb nincsen sem akkor, amikor egészségről beszélünk, sem akkor, amikor ilyen helyzet alakul ki. Tehát mindig fontos, és a fokozatosság elvét pedig be kell tartani. Ne akarjon egy 20 éve nem mozgó ember majd most az alapozó edzés legnehezebb feladatát, nehezített feladatát megoldani, hanem próbálja fokozatosan felépíteni, én ebbe próbálok segíteni. Telefonon is jöttek visszajelzések, ugye elektronikus úton is, azon kívül, hogy megköszönték, és dicsérő szavakkal illettek, ami meglepő volt, hogy nem volt negatív komment, tehát, hogy követhető volt, ez volt az egyik, hogy abszolút követhető, hogy mindenki számára elsajátítható volt, és hogy élvezhető volt. Én próbálok figyelni arra, hogy majd egy kis instrukcióval és több mosolyjal még több embert felállíthassak a kanapéról. Az edző felhívta a figyelmet, hogy a rendszeres sport nem csak az izmokat erősíti, hanem az immunrendszerre is jótékony hatással van. A Tolnatáj Televízió adásában hétköznaponként reggel 8 órától nézhető a Karantén Fitness edzéssorozat, illetve bármikor visszanézhető a Tolnatáj Televízió YouTube csatornáján vagy Facebook oldalán.